Kárpátalján Beregszászon született és élt 17 éves koráig az a jelenleg festőszakos egyetemi hallgató, aki most a Pécsi Művészeti Karon tanul. Első kiállítása a Pécsi Rácz-Aladár Közösségi Házban nyílt meg. Nagyon sok hatás ért, és szerintem nem is tudom felsorolni ezeket a dolgokat, de Anna Margit, akit említettek, ugyanakkor volt a Gedő Ilka is. Mindenképpen több naiv művész is megszólal a műveimben, tulajdonképpen ezt gondolom annak, ami így kötődik hozzám, és szeretek, és nem is tudok ki nevelni magamból, úgymond, és nem is akarok. Hatások még értek úgymond az Árbrüt művészetéből, ugyanakkor ugyan a gyerekrajzok is tulajdonképpen, amik meghatározóak a műveinkben, illetve a mesevilág, ami nagyon meghatározó. És a keleti hatások, tényleg nagyon sok van, a keleti hatások is, amik tulajdonképpen akár India, Ázsia, Oroszország vagy Ukrajnából is hozottak. Ez ilyen tulajdonképpen amiatt is van szerintem, mert Kárpátalján sok nemzetiség él, és emiatt én úgy gondolom, hogy ez a kulturális, úgymond sokféleség így számottevő volt az én munkásságomban. Úgy gondoltam, hogy most még van egy éven hátra, ha minden jól megy, akkor a tanári szakot elvégzem az egyetemen, de ugyanúgy el tudok helyezkedni, remélhetőleg grafikusként, de akár, hát nem tudom, még pontosan az életet tényleg nem lehet eltervezni, úgyhogy majd remélhetőleg kialakul magától, de vannak tervek természetesen. A mostani orosz-ukrán háborúról is kérdeztük, ez megkerülhetetlen egy kárpátaljai művész esetében. Jelenleg az anyukám élt ott, és több rokonom is, az egyik nővérem is ott él. Ők visszamentek Ukrajnába, és próbálják élni az életüket, ahogy tudják. Édesanyám pedig most vállalt munkát, ugye ő elköltözött most a háborús helyzet kialakulása miatt elköltözött, és most vállalt munkát. Úgyhogy szerintem én úgy gondolom, hogy a kárpátaljai emberek mindenképpen, hát annyi sok birodalom volt, tulajdonképpen Kárpátalja ilyen 6 birodalomnak volt így a tagja, hogy szerintem ezt az emberek így ahhoz mérten nem tudom, hogy éreznek, mert én itt vagyok tulajdonképpen, és ezt így nem tudom az ottani véleményt kinyilvánítani. Mindenképpen nehéz a helyzetük, de szerintem erősek vagyunk lelkiekben, és mindenképpen próbálunk a legjobbakat kihozni ebből. Én is úgy élem meg ezt, hogy nem azon gondolkodok, hogy mi lesz, hogy lesz, hogy mi lesz a háza, vagy bármivel, hanem mindenképpen a jövőben koncentrálódik a gondolataim, hogy próbálok a legjobbakra gondolni. Vajon a háború, a pusztítás meg fog-e jelenni műveiben, ha majd visszautazva Kárpátaljára látja, hallja, mi történt ott? Erre is kíváncsiak voltunk. Én úgy gondolok magamról, mint egy ilyen érzelmi művész, nem pedig egy ilyen realisztikus művész. Nem tudom tulajdonképpen, hogy meg fog-e jelenni, ha hazamegyek esetleg, de nem találom kizártnak. Nem találom kizártnak. De ugyanakkor nem szeretném ezt ilyen ráerőltetni, ezt az egészet. Szerintem úgy jók a művek, ahogy így jönnek maguktól. Úgyhogy ezt mindenképpen így szeretném. Ruszin Noémi jövőre végez Pécsen. Tanárai szerint évfolyamában az egyik legjobb növendék, aki előtt fényes jövő áll, hangzott el a megnyitón.